Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra a csatornámon! A mai videóban az Éjfélkor a Fekete Rigó Kávézóban című könyvről lesz szó, amelyet Heather Weber írt. A regény a Kossuth kiadó gondozásában jelent meg, és a Moly Buborék könyvklub keretein belül olvastam el. A júliusi hónapban ez volt a közös könyv, viszont magára a könyvklubra nem tudtam elmenni a személyes találkozóra, viszont egy messenger csoport volt ennek a könyvklubnak a színtere, és bátran tudlak titeket invitálni ebbe a nagyszerű kis közösségbe, ahol hónapról hónapra tudunk együtt olvasni könyveket. Én nagyon örülök, hogy Anikó és Marietta kiválasztotta ezt a könyvet közös könyvnek, mert egyébként lehet, hogy nem olvastam volna el, vagy legalábbis nem most, hanem a messze-messze távoli jövőben. A regényt két főszereplő narrája el nekünk, N2 emellett Natalie. N2 nagymamája halála után tér ebbe a kis faluba vissza, bár még soha nem járt itt, mivel az édesanyja, amikor terhes volt vele, akkor szökött el ebből a faluból rejtélyes módon, melyet majd az olvasás során fogunk megtudni, hogy miért döntött így az anyuka. N2-nek azóta már meghalt az édesanyja és a nagymamája Zé is, így amit ő megörökölt Fekete Rigó kávézó, annak akropóján tér ebbe a kis falucskába. A történet másik főszereplője, Natalie pedig szintén visszatér ebbe a faluba, viszont ő így született, de elhagyta a családját, és férjhez ment egy férfihoz, és gyermeket szült neki, viszont ez az ember tragikus módon ő elhunyt, így egyedülálló anyukaként kisgyermekével Olival vissza kellett térnie ebbe a kis faluba. Itt találkozik a kettő főszereplő egymással. A történet mágikus realizmussal van átszőve, és alapvetően kevésszer olvasok mágikus realista könyveket, viszont ez a történet nagyon jól esett nekem, mivel már a regény elején elmondta a világnak úgymond a szabályait, és alapvetően egy teljesen hétköznapi történetről van szó, az benne a különlegesség, hogy a főszereplő N2 képes egy olyan pitét sütni, amelyet aki elfogyaszt az adott nap, aznap éjszaka egy szeretje, egy elhunyt szeretje tud neki üzenni a túlvilágról az álmaiban, és ezt a fekete rigók teszik lehetővé, akik a Fekete Rigó kávézó udvarában lévő eperfa ágán ülve dalolnak, 24 fekete rigó, és ez maga a mágikus fantasy vonala a történetnek, ami szerintem nagyon-nagyon jó kis fűszert adott ennek a regénynek, mert a múlt, a gyász feldolgozása, a különböző traumák feldolgozása, az nagyon erősen megjelenik ebben a történetben, és nagyon sok szereplőnek komoly baja van ilyen szempontokból, nagyon sok szereplőnek szerette hunyt el, szinte majdnem mindenkinek egyébként ebben a faluban van egy meghalt szerette, és pontosan emiatt nagyon különleges volt magát a gyógyulás folyamatát látni, ahogyan a piték segítenek, és igazándiból N2 is egy gyógyító, ahogyan az ő családja és a felmenői, mivel így a női ágon öröklődik a génjeibe ez a fajta képesség, és próbál segíteni lényegében az embereknek ebben a kis faluban. Nagyon jól vannak megoldva a fejezetek, ugyanis a fejezetek elején nagyon sok helyen egy riporter különböző szereplőket interjúvol meg, és aztán kanyarodunk rá a narratívára, és ez nekem nagyon tetszett, ez az írói megoldás, mert már a történet elején tudtuk, hogy itt lesz valami nagy dolog, viszont ahogyan haladt előre a cselekmény, úgy tárta fel lényegében a történetet az író, Heather, és nagyon érdekes volt ebből a szempontokból olvasni, mert rengeteg rejtély volt benne, különböző megoldatlan múltbeli események, amelyekre nem tudjuk a válaszokat a jelenben, és hatással is vannak egyébként a jelenünkre, tehát nagyon érdekes volt ebből a szempontból olvasni, és vitt előre maga a kíváncsiság is, hogy megtudjam, mik történtek a múltban. Nagyon sok szereplővel dolgozik egyébként az író, tehát itt több generációkat is láthatunk, amellett, hogy rengeteg mellékszereplőt megjelenít, és egyébként ez nagyon tetszett nekem, viszont gondban vagyok ilyenkor, mikor ajánlani kell a könyvet, mert ezek a kapcsolatrendszerek nagyon erősen spoileresek, és senkinek nem szeretném lelőni a poént, tehát ezek a szereplők kapcsolatban állnak egymással, de a könyv során fog majd számotokra kiderülni, hogy
miért és hogyan. Alapvetően egy hosszabb könyvről beszélhetünk, mivel nagyjából 450 oldal, így van ideje a cselekménynek, hogy teljesen kiteljesedjen, és nagyon tetszett nekem ez a fajta lassúság, mivel ez egyáltalán nem gyors történet, nagyon lassan, nagyon szépen szemlélteti az író a karakterek lelkét, az eseményeket, amik velük történnek, viszont ettől független rengeteg benne a rejtély, amivel kíváncsi lesz az olvasó arra, hogy mi miért történt, és pontosan emiatt nehéz letenni is ezt a történetet. Szerintem nagyon jól van megírva, nagyon jó az írónak a stílusa, és én nagyon szeretnék még tőle olvasni, így reménykedek benne, hogy más köteteit is el fogja hozni a közeljövőben a kiadó. Akik szeretik a katiskor jellegű történeteket, a szép tájleírásokat, vagy akár az ételeket, azoknak én bátran tudom ajánlani, mert nagyon szemléletesen van minden bemutatva ebben a történetben, és annyira kózi hangulat járt, tehát annyira komfortosan éreztem magam, annyira szerettem ebben a történetben lenni és olvasni, hogy ebből a szempontból tényleg én bátran tudom nektek ajánlani ezt a történetet, mert szerintem egy tökéletes kikapcsolódás, és tényleg imádtam ott lenni ebben a kis faluban, és legszívesebben elmennék ebbe a faluba is, ott nyaralnék, és annyira sajnálom, hogy nem létezik. A videó másik felében szeretnék egy icipici spoileresen is beszélni erről a könyvről, hogy akik olvasták a könyvet, azoknak kicsit úgymond ki tudjak akadni, és ki tudjam magamból adni ezt a sok-sok mindent, ami a történetben volt, mivel van miről beszélnünk. Tehát aki még nem olvasta a könyvet, az akár most állítsa meg a videót, vagy ha nem fél a spoilerektől, akkor ő folytassa, és nézze tovább, viszont most kicsit jobban belemegyek a cselekménybe. Maga a rokoni szál már nagyon az elején kiderül, és én már nagyon az elején össze is raktam, hogy Natalie és Anne két unokatestvérei egymásnak, viszont nagyon tetszett, mikor ez ki lett mondva, és úristen, maga az anyuka karakter, Sally, akiről mindenféleképpen szeretnék mesélni, mert ő borzasztóan ellenszenves volt, és egész végig úgy képzeltem őt el, mint a Szívek szállodájában Emilyt, és nekem az egész kötet egyébként nagyon erősen hajazott a Szívek szállodájára, mind hangulatába, mind a szereplő kapcsolatrendszerébe. De hogy ez, úristen! Még a nagypapa is teljesen Richardos volt, és Natalie is teljesen Lorelai Gilmore-os volt, ahogyan állandóan ellenszegül Sally-nek, és Sally is ez a nagyon hagyományokhoz hívő, és nagyon konzervatív minden szempontból, és nagyon érdekes volt az ő karakter fejlődését is látni, mivel a történet elején azért egy elég ellenszenves karakter volt, és imádtam, ahogyan szépen lassan egyre inkább nyílt meg, és apró lépéseket tett, ugyan például nem húzott cipőt, mint emlékeztek rá is, mezitláb volt a vacsoránál, de hogy nagyon érdekes volt, mert eleinte őt utáltam, és idegesített, és nagyon örülök, ahogyan ennyire pozitív irányban változott. Maga N2 is, hát persze ez kiszámítható volt, hogy ott fog maradni, ő a Fekete Rigó kávézóban is nem fog visszamenni az orvosira, de nagyon tetszett az ő úgymond gyászfeldolgozás, mert végül is meghalt a nagymamája, ha bár nagyon keveset volt vele, és még az édesanyját is valamilyen szinten gyászolja, mégis mások fájdalmát és mások gyászát teszi maga elé azzal, hogy állandóan ő készíti a fekete rigópitéket, és nagyon rejtélyes volt az is, hogy mi a titkos összetevő, és tényleg már gondolkoztam ilyeneken, hogy nem tudom, valami mágikus dolog, vagy szeretet, de azért tetszett, hogy megmagyarázta, hogy végül is az eperlekvárral, vagy epergemmel lesz olyan a süti, amilyen, és hogy végül is arról a fáról, ahol a fekete rigók ülnek, szóval ebbe is van egyfajta varázslat, és van egyfajta mágia, tehát nagyon tetszett nekem, hogy így magyarázta meg az író, hogy így tudnak jönni az álmok, és maguk a mellékszereplők is nagyon szívszorító volt az ő történetük, és maga az alapszituáció, ahogyan el kellett menekülnie N2 anyukájának ebből a faluból, van ebbe egy icipici telenovellás beütés számomra, de imádom egyébként az ilyen történeteket és az ilyen jellegű csavarokat, és kíváncsi voltam, hogy hogy fog kiderülni, és én egyébként reménykedtem olyasmiben, hogy fog enni Sally a sütiből, és megjelenik E.G., a halott fia, aki Anne-nek az apukája, és ő fogja elmondani neki, hogy pontosan hogyan is történt a halála. De végül is nem bánom, hogy nem ezt a megoldást választotta az író, hanem az apja, a halott apja legjobb barátja mesélte el, hogy végül is mi történt, és hogy végül is ő egész végig ott volt, és ő is átélte ezt a balesetet, és ő is túlélte. Szóval megkaptuk végül is a válaszokat a kérdéseinkre, bár ott kicsit laposnak éreztem a válaszokat, de teljesen értetőnek. És mindent összevetve nagyon jó olvasmány volt számomra.
nem az a könyv, amelynek hatalmas tetőpontja lesz, és hatalmas csavarok és kiakadások, de pontosan ez a lassú folyása, ez a nagyon kózi hangulata volt számomra nagyon kiemelkedő, mert kevés könyv ennyire komfortos, és azért itt is próbált különböző csavarokat belevinni az író, hogy azért mi olvasók is lepődjünk meg. Így mindent összevetve nagyon pozitív volt számomra, és habár nyáron olvastam, számomra egy ilyen tipikusan bekuckózós őszi könyv hangulata volt ennek az egész történetnek. A veszteségek, a traumák nagyon jól voltak benne ábrázolva, főleg amikor az egyik szereplő, akinek már nem jut eszembe a neve, de hogy minden nap ette a pitét és várta a halott feleségét, hogy jöjjön az álmába, és egyszer csak nem jött, mert már azt akarta, hogy próbáljon tovább lépni, szerintem ez is nagyon-nagyon érdekesen volt szemléltetve, vagy akár Natalie-nak a szája, aki meg végül nem evett sütit, és így próbált őt feldolgozni a férje halálát, vagy akár öngyilkosságát, mert itt felmerül az is, hogy nagy valószínűséggel öngyilkos lett a férje, ami szintén nagyon tetszett nekem, mert ő végül is nem a sütikbe menekül, úgymond, hanem végül is terápiára jár, de hogy az apja segít neki abban, hogy tovább lépjen, és átrendezze a gondolatait, és ne haraggal tekintsen a férjére, hanem szeretettel. Így végül is Natalie is egy elég jó karakterfejlődésen és gyászfeldolgozáson megy át, ami pedig szintén nagyon-nagyonra értékelem az íróban, hogy nem ment át a történet egy romantikus nyáltengerré, bevezettett férfi karaktereket, akik kell a nők összejöhetnek, viszont nem ezen volt a hangsúly, hogy ők úgymond bepasízzanak, hanem a saját magukon, önmagukon volt lényegében a hangsúly, és az csak mellékszál volt, hogy még a szerelem is azért bekacsingatott ebbe a történetbe, de nagyon tetszett, hogy végül is nem erre vitte ki a sztorit, hanem arra, hogy ők maguk boldogak legyenek, és a saját lelki békéjüket és önmagukat lényegében megtalálják. Mindent összevetve nekem nagyon tetszett ez a történet, és én tényleg bátran tudom ajánlani azoknak, akik még nem olvasták, ha eljutottak el a videó ezen részére a spoileres részekkel együtt. És nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy akik ti olvastátok és nézitek ezt a videót, nektek hogy tetszett, nektek milyen érzéseitek voltak a könyv olvasása közben, alatt, után. Ha van kedvetek, akkor írjátok meg a videó alá a kommentben, mert tényleg nagyon érdekel a ti véleményetek is ezzel a könyvvel kapcsolatban. Remélem, hogy tetszett ez a videó, hamarosan érkezek a következővel, addig is mindenkinek szép napot és jó olvasást kívánok! Sziasztok!